Gárdonyban rendezték az idei úszást. A velencei tóin már harmadik alkalommal adott otthont a megmérettetésnek. A nyár egyik legnagyobb nyílt vízi seregszemléjén 500, 1500 és 3000 méteren indulhattak a résztvevők. A Balaton átúszáson több mint 10 000-en voltak ezelőtt 5 héttel. Azért gondoltuk, hogy a velencei tavat is be kéne vonni ebbe a sorozatba, hiszen valamikor a sok-sok évvel ezelőtt rendszeresen megrendezték itt a tóúszást, hogy ezt kezdjük el újra, mert az embernek igénye van, nem elég csak a Balatonon ilyet csinálni. És úgy néz ki, hogy ez a harmadik év, és ebben az évben már nagyon-nagyon sokan vagyunk. A fiatalok számára természetes közeg a víz. Igazi kihívást jelent cseperedő gyermeknek és kamasznak egyaránt. Hát az elején futni kell egy darabig, és... aztán úszni. Szóval én nagyjából futottam. Pont azért vállaltam, mert az év elején még nem tudtam úszni, és akkor így valamivel ki kellett magam próbálni, hogy mennyire sikerült azóta fölfejlődnöm. De túl sokat azért itt nem kellett úszni jelenleg, mert nem volt olyan túl mély a víz ezen a rövid távon, de egyelőre jó. Úgyhogy saját magam büszkeségének így megfelel. A gazda szemével is jó látni, Bálint György legalábbis úgy véli, a sorozatba bevont úszókat, családostól együtt. Az elmúlt években olyan profi rendező gárda telepedett meg itt nálunk a BSI személyében, hogy garancia mind a résztvevők, mind akár csak a nézők számára, hogy itt egy minőségi úszó, vizes sportnapon vehetnek azok részt, akik úsznak, vagy akár azok is, akik csak szurkolnak. A Budapest Sportiroda támogatása sokat jelent a vízisportok kedvelőinek, a Sportbeach pedig ideális helyszín volt erre.